De rég is volt. Sziasztok, én Simi vagyok, és ez nem más, mint az Underground Project következő része. Jaj, de rég volt már, komolyan. Most, hogy így játszunk a másik szerveren, tele vagyok ötletekkel, már ha annyira nem is, akkor is el kéne menni bányászni, mivel addig van már valamink. Úgyhogy meg is nézem, hogy van-e fortune, van fortune csákányunk. Ez azért lesz jó, hogyha találunk, mindenképpen találunk gyémántot, illetve redstone-t, avagy átmegyünk a netherbe. Muszáj lesz haladnom, én úgy érzem, mivel eléggé el vagyok magamtól maradva. Ez kell nekem a szilkatacsos csákány, illetve egy másik, amin nincsen enchant. Valamint lepakolok gyorsan, és akkor el is indulunk lefelé. És miután leértünk, nem mondok el mindent, akkor keresünk valami szép kis helyet, és elkezdünk ott bányászni. Kicsit arrébb kéne mennünk, én úgy érzem, úgyhogy fogok egy lovat, és elparipázunk vele. Igazából nem tudom, hova rakjuk a redstone dolgokat, mivel azt nem tudom, hogy hol tartom. De biztos van neki valamilyen polc. Itt kell nézni, hogy találok a... Aha, ide fa, ide ajtó. Hát fel ki, az végül is maradhat. Van nekem még egy ilyenem. És komolyan. Aha, tudtam én, hogy van ilyenünk. Mennyire story, Peter? Ezt szerintem egy berakom ebbe, úgyhogy gyűlik olyan hamar, olyan sok. No szóval, akkor fogjunk a kezünkbe még kardot, illetve ásót, és keljünk hát útnak. Mivel most ez a cél, hogy szerezzünk jó pár dolgot. Van rajtam cucc, de elég gyengus. Vasat nem pozorlok, mert most abból kevés van, az azért megyünk le. Na jó, akkor csinálok magamnak egy vas szettet azért. Még ha minden igaz van, itt elrakva nekem. Igen, itt van 29, ebből bőven kijön, és még ebbe is kell ugyanannyinak. Jó. Éppen most vettem fel részt a... Nem, nadrágunk már van. Most vettem fel egy részt... És most vettem volna fel egy részt a... Magyarások szerverem. Azonban kifagytunk véletlenül. Aztán azóta nem indult még újra, de most... Azért is... Ha már itt az esély, hogy... Eszembe jutott, hogy kell Underground Projectet is csinálni, akkor csináljunk, és akkor legyünk boldogok. Mindegy, ezt most nem ültetem vissza, ez a 6 krumpli egyenről elég lesz, sőt, még inkább viszek magammal pár dolgot. Viszek répát, mert azt sose szoktam menni. Na akkor irány a lóra, és húzzunk el innen, mielőtt még el nem felejtek valamit. Hozok izét. Ilyen víz nélkül le ne menjünk. Az elsődleges, itt egy boci még mindig kell szem, és van itt azért a gyémánt. Ó, ebből is van sok. Nem is vagyok én olyan szegény, úgy érzem. De vödör kell. Ó, de jó, hogy itt tartom. Lol, a másik szerveren meg Saddle hiányba szenvedünk. Bocika, légy szíves. Engedj be! Oh. Beszélhet ennek az ember. No szóval, akkor megyünk lóval. Komolyan, még nincsen lópáncélunk. A másik szerveren meg már tele van. Na gyere, akkor veled megyek, mert te vagy úgy látszik az őshonos paripán. És akkor mondjuk... Ezt megtöltjük. És megyünk, megyünk, megyünk. Arra hegyek vannak. Arra van az end. De akkor menjünk a sivatagnak, aztán... Miután ott van a vége.
Ott már egyszer voltunk bányában, úgyhogy akkor talán menjünk egy kicsit arra régen. És megnézzük, hogy ott lesz-e valami. Amúgy valaki videó alá leírhatná, hogy a lovak szíve az hogy működik, mivel vannak, amik több szívvel vannak, vannak kevesebbel. Hol az újszülöttnek van több szíve, hol kevesebb, és valaki ebbe egy kis logikát is vihetne. Mind számomra kéne logika, hogy értsem is, hogy mit a kutya fitty. Mert egyszerűen én nem értem meg a többiek se nagyon. Gyere paci, téged be tuszkollak a vízbe, nem hoztam neki olyan fogós dolgot, na mindegy. Áttolom arra a kis szigetre, onnan már csak nem megy el. És akkor itt leások valahol a ott abba. A jungle-be. Na ide kidoblak oda, menj ki, menj ki. Nem menj messzire, figyellek. Paci. Na itt szoktak lenni alagutak, úgyhogy valahol majd lekéreckedünk. Hát szóval kicsit arrébb, de itt úgy látom van egy kis semmi. Na talán majd itt ez már ígéretesebbnek néz ki. Nem csapsz be. Jó, ez úgy látszik nem az én szerencsém. Csak majd találjak vissza a lovamhoz, bár nem lesz nehéz, mert ha már hazatalálok onnan a lovamhoz is. De nem hiszem el, hogy nincs egy rohadt barlang, ahova le tudnék menni. Nem szeretek csak úgy leásni, mert akkor ki tudja, mikor találok bányát. Na. Van itt szén, de az most nem kell. Van itt vas, ami viszont már ilyen. Na végre valami értelmesnek tűnő bánya, ahol már ércek vannak, tehát hogyha már ércek vannak, akkor valószínűleg van neki lejjebb is folytatása. Ahogy ez esetben följebb, de megnézzük, hogy melyik igazam igaz. Hát egyelőre itt följebb, de talán még másik elágazásba tudunk lejjebb menni, mert ha nem, akkor morcos leszek. Jó, azt hiszem nem leszek morcos. Jó, akkor is kezdjük itt el. Zsupsz, ezt fölkapjuk és már úszunk is lefele. Remek. Ó, oh, creepike. Ahaj. Se baj, nem ez most a lényeg, hanem az, hogy lejjebb jussunk. Akkor jó. Az már nem jó. Áú. Takarodjuk már innen. Na, úgy látszik fákjázni kell a jobb oldalt, hogy ne tévedjünk el. És az összes vasat ki fogom minden szedni, hogyha nektek az nem is lesz olyan izgalmas, nekem erre szükségem van most, de nagyon. Találhatnának valami égető csákányt, ami bányászás közben kiégeti az ércet. Valamivel sokkal találóbb lenne, mint a Silk Touch. Bár az is nagyon jó, de... Na jó, rossz példát mondtam, a Silk Touch, ez persze, hogy nagyon jó. Mondjuk a... nem tudom, milyen effekt van mondjuk ezen. Gőzöm sincs, hogy mondjuk az efficiency helyett lehetne mondjuk egy ilyen kiégetős effekt. Vagy nem is helyette, hanem inkább mellette. Még inkább, hogy legyen több effekt. Mert így azért vasat bányászni. Takarodj el, hülye pók. Megdoblak szemmel. És ott maradt a vasam. Ne szerettek, világítás. Remek. Na itt egy bánya, úgy tűnik. Én most itt akarom eltölteni az életem egy kis szakaszát. Takarodjál már, robbanjál fel.
Na, hát persze ennyi az egész, meg lehet ezt beszélni. Aha, a szűkocsa szedtem ki. Na most keresünk pár gyémántot, meg mi egymás. Aztán, hogyha ez mind megvan, akkor reszont is szedünk. Természetesen szűrtetcsal, mivel otthon van a fortune és csákány. És direkt ezért hagytam otthon, mert ez jobban bírja ez a csákány, mint maga az a, ami nem bírna. Reméltem, itt lesz már gyémánt, mivel kéne, hogy legyen. Szerintem amúgy lesz is előszeretettel, de előbb meg kéne találni. Na, húzhatok csak ott, hoppá, hoppá, hoppá. Nem volt szó, hogy gyufogod. Kell egy kis vasúti kocsi. Vagyis, hogy vasút, nem vasúti kocsi. Mivel ez csak vasút, legjobban amúgy vízzel lehet kiszedni. Régen mindig kibányáztam, de még nem tudtam, hogy ez így egyszerű dolog. Ide nem megyünk be, majd csak később. Na most ezt az egész terepet itt, ha felfedezem, akkor tutti-tutti, hogy lesz valahol gyémánt. Mégiscsak egy bánya. Csak kellene ő, hogy ezeket a vízfolyásokat el tudjon fedni. Én úgy érzem, meg fogok halni. Nem vagyok túl elővigyázatos, de majd, hogyha veszélybe kerülök, akkor esetleg megoldom, hogy ne halljak meg. Könnyít egy kicsit az életemen. Ó, itt van rengeteg redstone, ez jól jön majd. Azt szeretem nagyon. Még mindig. Találnék már egy gyémántot, az már annyira lelkesítene. Mert tudom, hogy most jöttem, de akkor is kell gyémánt. Vagy legalább egy láda, amiben van némteg. Másik pályán még az nincsen. Na, megérte bejönni a Torreston. Remélem, nem fog elkapni ez a csákányban. Jó. Ne szóljatok, semmit találtam gyémántot. Nem is egyet. Szerencsére. Na, sok is körbe előtte, mielőtt... Ó, ez az. Jó. Mielőtt itt lávába esnénk. Igen, erről beszélek. De úgy láttam, hogy ez ott nincsen láva, úgyhogy ezt kikapkodjuk ingyen gyorsan, aztán... Ó, ez nem az a slot. Még kicsit körülnézek, de nem hiszem, ez az 5 darab bőven elég. Takarodjatok már innen, na, nem lehet veletek bányászni. Azt itt jöttem már mellette, jó van, akkor még jó, hogy visszanéztem. Azért mekkora mákom van már ilyenkor? Akkor azért nincs kövem, miért ez eszedem ki. Nem ezzel kéne kiszedni, simi kell. Hol jöttem be? Á, itt jöttem. Ó, anyám. Kijöttem már ebből a Underground Projectből, de remélem hamar visszatalálok. Jó lenne. Kicsit ugye úgy van a Minecraft, hogy néha-néha abba kell hagyni ahhoz, hogy újra tudja érte lelkesedni. Vagy éppen megnézni egy-két olyan videót, amiben ilyen awesome emberek vannak, nem awesome, hanem awesome. Majdnem beleestem. Nem mész ezzel sokra, barátom. Nekem van vizem. Folyjál. Fúj, menj innen, nem kell lesz. Az anyjuk picsáját már komolyan. Oh, még több gyémánt. Tudjátok mit? Nem szórakozok én ezekkel, lejövök csak simán bányászni. Nem akarom, hogy itt felrobbantsanak. Ah,
Mennyi creeper van már? Ez nem normális. Inkább eltüntetem őket. Déjzsa. Ezt nem akartam mondani. Na. Jó, aranyannan nem kell, úgyhogy nézzünk kicsit feljebb visszét. Erre semmi. Akkor már van 7 gyémánt. Amiből nem 7 lesz, hogy előre most 7, de amúgy nem lesz 7, mert ott van egy 3-as fortune csákány. Na, amit látunk, vasat is kiszedjük, mert vasra is szükségünk lesz amúgy, hogyha szedném rendesen a vasat, akkor bőven elég lenne. Mert az elején egyszer leálltam, amikor úgy éreztem, hogy hát fölösleges ezt kiszedni, van elég. Hát megbántam, mert hipergyorsan elfogy a vas. A másik szerem persze olyan könnyű. Lemegyünk egyszer, nem tudom, 3-4-en, az már megvan egy egész, nem tudom, ládányi vas. Nagyon gyorsan megtelik úgy, hogyha együtt csináljuk. Ezért is jutott eszembe ez az ötlet, hogy ne egyedül csináljam. Hát, ha többre visszük akkor. És hát igen, úgy tűnik, jóval többre visszük. Mivel jóval többen is néztétek már meg az első részt, mint... Hát nem mondom, hogy bármelyik Underground Projectet, mert azt is nézitek rendesen. Remélem úgy, nem tudom, hogy nagyobb sorozatot, nagyobb nézettséget akarok-e, vagy nem annak a... annak a szerverjátszásnak, de szerintem nagyobb lesz, mivel szerveren mégis többen játszatok, mint egyedül. Ritka az olyan, aki egyedül játszik, mivel Minecraft-ban már mióta ott van a kreatív és a szerver lehetősége, azóta vagy kreatívba, vagy szerveren, vagy kreatív szerveren, de általában csak így játszanak az emberek. Mert persze vannak, akik szeretnek magukba játszani, azoknak van az Underground Project, de amit itt mutatok, a szerverbe is nyugodtan fel lehet használni, szóval légy okos és kreatív, és akkor nem lesz baj. Nem tudom, hogy látjátok-e amúgy, amit én itt látok, de hogy felkiázok nektek. Most ez a lényeg, hogy vas az már van, restore is van bőven. Ebből jó sok restore lesz meg. Hát vas is, de még több gyémántot akarok. Ami most fontos, ez a vas és a gyémánt. Mivel abból álltam szűkös. Szűkösen eléggé. Az aranyra egyáltalán nincs szükségem, szélre sem. Majd átmegyek XP-t gyűjteni, aztán elnevezem a kardomat. Egy name tag még talán jól jönne. Ó, azt amennyi. Mint hogyha itt valaki várányhimlős lenne, úgy néz ki. Ez rohadt sok. Ennyi nem is szokott egy helyen lenni. Na jó, viszont nem kell ennyire eltévednünk. Bebenézünk egy-egy helyre. És ahol látunk, csak oda kell bemennünk. Aranyat mondom, hogy itt hagyom, aranyat és a szenet itt hagyom. Bőven elég kiszednünk nekünk azt a mennyiségű anyagot, amit itt találunk másféle anyagokban. Például a redstone-ban. Az is itt bőven van, én úgy érzem. Meg szerintem ti is úgy érzitek. Jó, itt mentünk egy kört, akkor innen mehetünk ki. Jó, ide nézni, hogy mennyi cuccunk van már. Akkor mondjuk, erre nem, de mondjuk arra elnézünk. Itt van vas, ezt gyorsan kikapjuk. A másik szerveren még nincsen gyémánt ruhám, bár itt sincsen, de lehetne már, bőven lehetne. Vagy nem arany gyémánt. Úgyhogy szerintem be is ruházok egyre, aztán majd ott is elmegyük bányászni. Azonban a videót még ott be akarom fejezni ma. Mert, ja, hát ezt a részt szerdán fogom feltölteni, azt valószínűleg előbb, csak ugye most teszem, de ezt minden részben elmondom, és Macsika majd kicsit ideges, hogy és miért mondod el még egyszer, mert minden részben elmondod, ezzel zavarod össze az embereket, nem azzal, hogyha nem mondod. Tök mindegy. Azon is gondolkoztam úgy, hogy Underground Projectet, hogy most csináljam ezt rendszeresen, úgy értem, hogy legyen minden szerdánként, vagy akkor, amikor
meg lesz a videó, akkor rögtön töltsem föl. Ma nem tudom, mert általában csak szerdára lesz meg, de... szerintem szerdára megmarad, mivel így indult, és akkor így is szeretném folytatni. Tök mindegy, hogy most mikor kerül föl. Aki rája szerdára, akkor nézi meg, aki nem, akkor meg az máskor. Általában úgyse egy nap alatt nézi meg mindenki, hanem folyamatosan első három nap. Nagyon sokan jöttök, aztán mindig már csak egyenként, vagy kettenként. A feliratkozók meg rohadt gyorsan jönnek. Most néztem tegnap, hogy meg lett a 800. Azóta már biztos, hogy mi lesz, látjátok, meg van akár 820 is. Hús. Bár lehet addigra nem, de valószínű meg lesz, így három naponta meg szokott lenni egy újabb 10-es vagy 20-as szám. Jó, arra voltunk, akkor erre kéne kipréselődnünk. Most ez egy ilyen beszélgetős underground rész. Na, erre is voltunk már, akkor mondjuk ugorjunk le itt. Mivel a bányászás nem olyan érdekes, viszont én most csak bányászni szeretnék egy jó ideig, ezért most ezt kell néznetek, ha csak nem akartok fekete képet nézni és úgy hallgatni a hangomat, inkább érdekesebb, ahogy rakom le a fákját és találom a tárgyakat. Féltem attól, hogy majd nem hiszitek el. Oké, volt egy láda, ez az, hogy majd zavarni fog titeket, hogy nem tudtok mindent látni abba a szerver életbe, de mi már adta? Az a király, de mindjárt lenézünk. Jó lent van a bánya. Hogy nem láttok mindent a map építéséből, de egyszerűen olyan mértékben fejlődünk, hogy felmegyünk, nem tudom, felmegy reggelről valaki. Akkor ő elkezd valamit, feljön hozzá még két ember, akkor már szinte kész is van valamilyen építmény. És én mire fölmegyek így reggel 8 vagy 9 órára, addig már megint van valami új megépítve, amiről én semmit nem tudtam. És ez elképesztően, akár jó érzésként is felfoghatom, hogy a többieket is érdekli ez a szerver, és jó abba belegondolni, hogy az én agyamból pattant ki. Jó, hát persze ebben mások is benne voltak. Meg ugye mindenkinek a beleegyezése kellett. Mert nem nagyon vitatkozott senki az ellen, hogy ne jöhessen, inkább még kerestek is fel, hogy jöhessenek. Van megszabva amúgy azon a szerveren pár dolog, amit én írtam ki szabályt, például bannolási szabályzat, hogy van bannolás persze, ugyanúgy, mert azért a mi társaságunk is néha felfogható trollnak. Úgyhogy bevezettem egy ilyen ban táblázatot, igazából még csak két dolog áll benne. Az első rész a rombolás, és az két napban. A második rész pedig a káromkodás, illetve veszekedés, az pedig egy napban mindkét félnek, aki veszekedett a másikkal. Így már el is tudom kerülni, hogy civakodás legyen a szerveren, azóta nyugi is van. Mert volt az elején, hogy nem tudták eldönteni, hogy ki kié, és hogy mi honnan van, azóta már persze megoldódott ez, hiszen mindenki a közösbe rakja, ahogy láttátok ott az a sok nagy láda, az a közös, és csak oda gyűjtik az emberek a dolgokat. Amíg kész nem lesz az elején a spam rendszer. Azt hittem, már leesek. Ja igen, le akarok menni oda, arra a részbe, ahol volt az a bedrock szint. Azt elhagytam, az valahol erre kell visszanézni, azt hiszem. Itt, pontosan. Hát az arra folyik, az engem nem zavar. De jó benézni. Milyen lent vagyunk már. De tök jó, mert ez a generálás, ez képes még a bedrockot is kiegyenlíteni. Ez az egy kis gyémánt. Itt már tuti nem lesz láva, szóval nem félek. Bizony, hogyha erre elásni, tuti lenne jó sok gyémánt. De azért nem fogok. Kicsit itt körbeások azért, de nagyon beleélni magam nem fogom. Mivel itt elég szarásni. Sokan tutatják, akik próbálkoztak itt
már bedrock szinten bányászni, hát folyton elénk ütközik egy-egy bedrock. Amúgy tök jó, mert itt fölösleges szinte a világítás, mivel 2 méterrel arrébb már nem látni semmit. Azért még itt én szétnézek, mert az előbb is láttátok, hogy szerencsénk volt. Úgyhogy már van 8 darab gyémántunk, ezt meg kellett nézni, mert fejben nem tudtam kiszámolni. Arra le. Ja igen, ott voltunk azzal szembe. De lenézünk. Hát, ha van valami érdekes számunkra. Apá, nem a vizet akartam lerakni, de így is jó. Jó, arra nincs semmi. Erre is voltunk, akkor... valahova, ahol még nem voltunk, oda kéne jutnunk. Mondjuk erről. Végig száguldunk visszafelé, és akkor elmegyünk a másik irányba. Ott talán még nem voltam. Nehéz ezt így követni, hogy hol voltam, hol nem. Valahol erre még biztos nem. Mondjuk ott fent, itt még nem voltam. Jó. Akkor először nézzünk fel, ha már itt vagyunk. Ja, amúgy videósok is aggódnak a szerveren, hogy nem mennek építeni addig. Ez konkrétan Steve mondta, hogy nem mer addig építeni, amíg nem tud videózni, úgy ő nem tud minden percbe nekiülni és videózni, mint például majdnem én. Én neki tudnék, csak a rendeléssel vannak nekem gondjaim. Azzal nem vagyok tisztában, hogy pontosan milyen hardware kéne hozzá, hogy én tudjak nagyon gyorsan renderelni. Pedig néhány esetben jól jönne. Például, hogyha lenne pénzem és tudnék venni hozzá dolgokat, hogy mégis a hobbimat tudjam rendesen űzni, ha már kitaláltam magamnak. Jó, erre nem voltunk, én úgy érzem, és itt megint tiszta... Barátnyimlős minden. Hát akkor én ezzel itt el leszek. Beszélgetni is jó esik, de megpróbálok majd felnézni a másik szerverre. Mert nem a másik szerverre, hanem a szerverre. És akkor... ott is bányázgatni valamit. Vagy alkotni, mert ugye elkezdtem egy automata farmot. Vagy már azóta be is fejeztem. Na, ti tudjátok, befejeztem, vagy nem fejeztem be, mert én még nem tudom. Ez milyen már? Ti már tudjátok, hogy megcsináltam már. Én meg még nem tudom, hogy meg fogom-e csinálni. Wow! Ebben most belefájdult a fejem. Na, akkor írjátok le, hogy megcsináltam-e, vagy nem. Ez te szar. Mert azt... hát egy kicsit itt idő... húzalba gabajodtam. De tetszik, nagyon erőjöttem. Na jó, ezt most abba hagyom, mert kicsit már beleőrültem ebbe az össze-vissza szaladgálásba. Aztán majd előbb-utóbb hazajutunk, na már van jó sok vasunk, úgy látom. Ennek nagyon örülök, nem is kell olyan sokat szedni, és már is megvan olyan sok. Pedig ezt nem lehet sokszorozni. De majd lesz egy bemutató videó a lapos magunkról. Hát ha onnan is valaki kap valami ikletet vagy ötletet. És akkor azzal is kicsit többre megyünk. Majd ti mentek többre vele. Én, nekem pedig jó érzés, hogy megint alkottunk valamit, ami tanításra is alkalmas. Na jó, itt ezt befejezem, majd még lehet jelentkezek egy záró mondattal. Valahonnan máshonnan, ahol jobb kicsit a környezet. Itt még befejezem a dolgomat, amiért jöttem, és majd akkor találkozunk. Szerettem volna még egy némteket találni, azonban most ennyi gyémánta. Majd ettől sokkal több lesz ennyi redstone-nal és sok-sok vassal. Búcsúzunk most innen a bányából, most kimegyünk, és otthon szétbontom azt a sok diamondot, és elrakok mindent a helyére. Úgyhogy egyelőre most ennyi, és majd még otthonról jelentkezek. Ezt nem tudom, hogy csináltam, de tetszett. Ki kéne jutni. Valahol ott. Félek.
Bár innen már fel is építhetném magam. Ó, oh, ez pont mák volt. Majdnem meghaltam. Tudom, hogy jöttem volna itt vissza. Na jó, akkor kimászunk. Az lesz a legbiztosabb, ezt a vasat már itt hagyom, nem kockáztatok. Itt, ha minden igaz, még pont ki fogok jutni. Igen, igen. Akkor mássunk ki magunkat rendesen. Jó, keresjük meg a lovomat. Valahol teljesen máshol van. Arra kifelé lehet. Ha minden igaz, onnan jöttem. Otthon, édes otthon. Na, próbálkozzunk akkor. Innen eltávolítunk mindent, aztán pakoljunk le. Jó sok gyémánt. Így egy helyen. Kicsit úgy morbid. Így ránézni. Na itt a hármas csákány. Ó. Eddig 9. Hát nem tudom, hogy mikor, hogy ad. De már van 31 most. 52 volt eleve. Vagy mennyi? 58? Nem tudom, már nem emlékszek rá. Fel se jön, de jó ég. Wow. Nem semmi, jó sok lett. Gyémánt, gyémánt, és akkor még bontjuk ki ezt a 12-t. Tizenkettőből, már most megvan a 12. Meg lett a duplája, meg egy kicsit több is, hát nem semmi, mit nem mondjak. Tudjátok mit? Próbáljuk meg ezzel. Megnézem, működik-e még. Ezt már elnyelte. Ó, oh, ó, oh, miért nem működsz? Most pedig megnézzük, miért nem működik. Benne van a 25. És nem akar kijönni. Fa. Ja. Nem cseréltem ki a fát. Értem. Oké, okay, hát akkor ezért nem működik. Megtudtam ezt is. Most nem jöttem ki, túl jó. Hopszá. Jó, akkor viszont... Na, most benne hagytam. Kiszedjük úgy. Onnan. Így né. És ezt lekapcsoljuk. Hát akkor majd ezt valamikor megcsinálom. Most már nem. Most örülök ennek a sok-sok diának. Aztán itt is hagyom. Lett belőle 18 XP-m. Majd... Ezt megpróbálom elnevezni. 35-be kerül, hát az úgy fajlas. De nem baj. Mára ennyi lett volna. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Én Simi voltam, a lóért még visszamegyek majd. Legközelebb találkozunk. Valószínűleg egy aranyások, vagyis egy magyarások része. Aztán majd még egyébekkel is. Addig is örülök, hogy velem tartottatok. Legyetek jók, iratkozzatok. Föl vagy le, akár tök mindegy. Lehet még jó lesz visszaemlékezni, hogy milyen volt ilyen kevés feliratkozóval, hogyha majd egyszer több lesz, vagy sok lesz, vagy ilyesmi. Na nem, elcsantolom el, vagy elcsantoljam.
Hát, ha már itt vagyunk így. 15, 19, 18-eset akarok rárakni. Hát... ezt megszívtuk. Tök mindegy, van gyémántunk, tudunk annyit rakni, mint a fele. Sőt, még mire ezt kibontjuk, mindet addigra. Hú. Hoppá, 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 hoppá. Ezt most elmostam. Na mindegy. Jó, hát szellet nem szedtem. De is használtam már, hogy szedtem. Na szóval, sziasztok, én Simi voltam, Pepe.